Ez a tészta vízből, cukorból és étkezési keményítőből készült. Már csak egy pisztácia hiányzik a közepéről, és már is kész a lokum, vagyis a Turkish Delight. Ez a lokumot árusítóból Törökországban van, tulajdonosa azonban szír. Emel Sámmá 10 évvel ezelőtt menekült a polgárháború elől a török határvárosba, Gaziantepbe. A lokum készítés alapjait a nagypapámtól tanultam, de itt fejlesztettem tovább. Ha Isten is úgy akarja, a gyermekeim tovább viszik ezt a hagyományt. Emel ma már a világ minden tájára exportál lokumot. Nem mindennapi sikertörténet az övé. Jelenleg 3 millió szír menekült él Törökországban. Csak Gaziantepben 430 ezeren vannak, vagyis az 1 milliós városban csak nem minden negyedik ember szír. Egyes városrészekben már szírüzletek uralják az utcaképet, a legtöbb menekült azonban csak illegálisan tud dolgozni. Gyárakban vagy építkezéseken, a nők pedig alig találnak munkát. Emel sokak példaképe lett. Vállalkozása megkapta az első női menekült startup kitüntetést. Otthon Szíriában Emel még háziasszony volt. A lokum készítést folytatni akartam Törökországban, de ehhez támogatásra volt szükségem. Miután azt megkaptam, meg tudtam végre nyitni a saját üzletemet. A segítség egy német állami szervezettől, a Nemzetközi Együttműködés Segítő GIZ társaságtól érkezett. Ők adtak hitelt Emelnek. Csak Gaziantepben több mint 500 szírvállalkozás indult be a segítségükkel. A cégbejegyzés minden költségét fedezzük. Ezután tanácsot adunk az embereknek, hogyan válhatnak önálló vállalkozókká. Mi ugyancsak egy személyt támogatunk, ők viszont támogathatják az egész közösségüket. Vegyük például Emel Sammát. Vállalkozásával sok szíriainak teremtett munkahelyet. A török lakosságban sok az ellenézés a szíriai menekültekkel szemben. Ez csak fokozza a gazdasági válság, a munkanélküliség, a rekordmagas infláció és a növekvő bérleti díj. Most már én magam is menekültnek érzem magam a saját városomban. Bármerre nézek, mindenhol szíriaiak vannak. Az államunk többet törődik velük, mint velünk. Nagy az elégedetlenség és rossz emiatt az emberek hangulata. Emel soha nem akart a török állam nyakán élősködni. De még vállalkozóként is sok akadályba ütköznek a férjével együtt, menekült státuszuk miatt. Nem tudunk spontán üzleti találkozókra vagy vásárokra utazni, mert engedély nélkül nem hagyhatjuk el a várost, ahol be vagyunk jelentve. Először engedélyt kell kapnunk a bevándorlási hivataltól. Onun çıkmasını bekliyoruz. Ancak ondan sonra seyahat edebiliyoruz. Sok más szírrel ellentétben Emel soha nem gondolt arra, hogy Nyugat-Európába meneküljön. Amióta pedig beindíthatta saját vállalkozását, biztos benne, hogy itt akar maradni. Még ha vissza is térek egyszer a hazámba, valószínűleg nem ugyanazokat az embereket, és nem ugyanazt a légkört találom majd, mint ami volt. Félek, hogy minden megváltozott. A gyors visszatérésnek kevés esélye van. Addig is Emel Gaziantep városában vigasztalódik, amely elmondása szerint szülővárosára, Aleppóra emlékezteti.